Turisták ezrei látogatják nap mint nap a dél-erdélyi Hunyad megyében levő Vajdahunyadi várat. Az 1918-tól a román állam tulajdonában levő, a Hunyadi önkormányzat által fenntartott vár fontos turisztikai látványossága a térségnek. Az évekig elhanyagolt és romosodó épületre az utóbbi években sok pénzt fordítottak, restaurálták, felújították. Rájöttek, a turisták jövedelmet jelentenek a városnak, ezért érdemes őket megfelelő látvánnyal fogadni. Ez a terem, ez a Hunyadi Jánosnak a második építkezési korszakára tevődik, 1446 és 48 között épült. Lelkes és alapos helyismerettel rendelkező idegenvezetőnk végigvezet a vár termein. A vastag falu igényesen díszített, több száz éves termekben még hallani a kardok csörgését, szinte látni a törökök elleni csatára készülő Hunyadi János gonterhelt vonásait, vagy a kismátyás ugrabugrálását apja körül. Hogy mikor aktuális volt a török veszély, akkor a nap és a hold, mert a napot csillagként ábrázolják, a nap és a hold az bal felől, tehát elől van. A termek díszítése 600 év elteltével is árulkodik arról, hogy a török veszedelem állandó és valós félelmet jelentett a vár lakóinak. A nándorfehérvári csata előtt készült díszítéseken a család címerében levő fekete holló balján van a nap és a hold, később már a jobb részen tüntetik fel. Ez nem eredeti, ez a síremlék. A törökök győzelmét követően 1456-ban Hunyadi János Pestisben meghal. Gyulafehérváron temetik el, a Vajdahunyadi várban sírhelyének mását láthatja ma a látogató. Hunyadi János építkezése tulajdonképpen ezen a maketten itt elől látszik. A Hunyadi család által épített vár szinte minden szeglete látogatható. Van, aki fontosnak tartja az idegenvezetést, más egy-két szelfivel beéri. A magyar látogatók többsége kíváncsi a vár történetére, legendáira is. Az egyik ilyen történet Hunyadi Jánosról és Mátyás királyról szól. Hunyadi János idején megbíztak három török rabot, hogyha fakasztanak vizet a sziklába, és ha vizet fakasztanak, akkor szabadon engedik őket. A legenda szerint közben Hunyadi János meghalt, az új urak, ugye Mátyás király Szilágyi Erzsébet nem tudott az egyességről, és nem engedte el őket, és ezért látszik egy felirat, és az a legenda szerint azt tartalmazná, hogy vizetek van, de szívetek nincs. Ma a városi, a turistáki a vár. Látványosság, érdekesség. Az évente közel 250 ezer turista által meglátogatott vár nevét nemrég levédette Vajdahunyad önkormányzata, csak románul Castellul Corvinilor, Castellul Corvinestilor, Castellul Hunyazilor és Castellul Hunedoarei néven. Európa szerte is minden híresebb helyet is, akár panorámástól együtt levédnek, és ezt felhasználják saját önkormányzati célokra. Minket magyar szempontból gondolom, hogy nem fog nagyon sokat érinteni. Mi amúgy is eddig is magyarul használtuk, és ezentúl is magyarul fogjuk. Vajdahunyadon a lakosság alig 4%-a, mintegy 4000 ember tartja magát magyarnak. A gyermekek elemi és általános iskolában tanulhatnak magyarul, magyar közösségbe az egyház keretében járhatnak. Az, ami a kezünkben van, és ami nekünk az eszköz, az imádság, a magyar szép ének, a magyar nyelven hangzott anyanyelvünk, amíg ezt meg tudjuk őrizni és meg tudjuk tartani, addig itt Vajdahunyadon nincs baj. Aki magyarul akar tanulni, annak már dévára kell járnia iskolába. Az ott tanító tanárok azonban fontosnak tartják, hogy a gyermekek és fiatalok megismerjék épített örökségüket. Van nekünk egy programunk, Fogadj örökbe egy műemléket, és a Hunyadi vár is örökbe van fogadva, ami azt jelenti, hogy az itt a Hunyadi várat örökbe fogadó gyerekek promoválják a Hunyadi várat. A látogatók többsége azonban nem feltétlenül a történelmi valóságot hallja, ismeri meg. Az utóbbi években turista csalogatóként megjelent Vlád Szepes szelleme a Vajdahunyadi várban.
A turizmusban dolgozók olyan történeteket is próbálnak a köztudatba csempészni, ami az emberek érdeklődését felkelti, nyilván a nagyobb jövedelem érdekében. Ilyen a Dracula legenda. Hát Hunyadon Dracula nem volt soha, nincsenek szellemek a várban, nincsenek ilyesmik, de azért minden évben filmfesztivált rendeznek, filmeket rendeznek Drakuláról, sőt, odáig is mentek ezekkel a nyugati filmekkel, hogy mondjuk azt állították az egyikbe, hogy Vlád Szepest Hunyadi János itt kínoszta a várba bezárva, és ott van is valami ilyen kínzó kamra, meg nem tudom mi, amit bemutattak. Hát utána néztem, abszolút lehetetlen. Lehetetlen, mert Vlád Szepes, azaz Dracula, abban az évben lett Havasalföld fejedelme, amikor Hunyadi János meghalt. Csak hogy az ő piárosa ügyesebb volt, jobban vonzza a turistákat. Nagyobb, szélesebb körű összefogás kellene ahhoz, hogy Hunyadi János, illetve Hunyadi Mátyásnak az emlékét felerősítsük itt Vajdahunyadon is. Konkrétan például arra gondolok, hogy a Vajdahunyadi önkormányzat arra hivatkozik, hogy Vlád Szepesről igen sok legenda terjeng, ami a turistákat nagyon vonzza. Úgy érzem, hogy Mátyás királyról legalább annyi legenda van. A déli harangszó mellé a Mátyásról szóló legendákat is felsorakoztatjuk. Bátran mondható, hogy az ő javára billen el a mérleg nyelve, vagy éppen erre a történetre vonatkoztatható leginkább, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság.